90. születésnapján köszöntötte Lipárt Gézán és Alamon Máriát Puskás Tivadar polgármester. Rinka néni szombathelyen született, édesapja kocsifényezői paros volt, édesanyja háztartásbeli. Öten voltak testvérek, közülük már csak ő és Huga élnek. Női Szabónak tanult, a varrás volt az élete. Saját otthoni műhelyébe, a Rinka szalomba jártak hozzá ruhát varratni a kuncsaftok. Két leánya született, papi gyógyszerész lett, hugi ruhaipari főiskolát végzett. Férje 1967-es hirtelen halálát követően egyedül maradt, míg nem három évvel később egy nőnapi ünnepségen ismerkedett meg jelenlegi férjével. A család nagyon fontos szerepet tölt be Rinka néni életében. Lányaival napi kapcsolatban van, nagyon szereti unokáit, dédunokáit. Életvidám mozgékony, memóriája kitűnő. Saját bevallása szerint a balaton, a jó levegőn való mozgás és a munka tartja egészségesen.